Többször is semmibe vette az autóvezetés feltételeire vonatkozó szabályokat az a férfi, aki most börtönbe is kerülhet ezért. A vádirat szerint az elkövető többször volt büntetve ittas járművezetés miatt. Őt a bíróság 2017-ben és 2019-ben végleges hatállyal eltiltotta a járművezetéstől. Ezzel azonban nem foglalkozott, mikor 2021. novemberében vett magának egy gépkocsit. Azt vezette is Pécsett, de pécsi rendőrök megállították és ellene feljelentést tettek. Egy hét múlva azonban ismét vezette a gépkocsit a férfi, ez alkalommal már szállított egy utast is, és a járművezetést megelőzően alkoholt is fogyasztott. Őt Pécsett ismét megállították, légalkoholvizsgálatot végeztek nála, ami kimutatta ittas állapotát. A járművezetéstől eltiltás hatálya alatti vezetés büntetének a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség egyébként előélete miatt letöltendő börtönbüntetés kiszabását kéri a középkorú férfival szemben. A pécsi járási ügyészség elkészítette a vádiratot az ügyben, így a vádlott hamarosan bíróság elé állhat.